Üdvözlöm Önöket! India színes forgatagában nem számítanak kivételes jelenségnek az utcai mutatványosok. Agadnak azonban közöttük olyanok is, akik állatok segítségével kápráztatnák el a nagy érdeműt. Hogy mennyire veszélyezteti az állatokat ez a tevékenység, a következő 2,5 percben kiderül. A természetvédelem a világon mindenhol egyformán fontos. Indiában már 1972-ben hatályba lépett egy olyan állatvédelmi törvény, melynek értelmében a kígyók befogása és otthoni tartása is tiltott tevékenység lett. Ennek azonban nem örült mindenki, a nyugat-bengáli bedi közösség tagjainak ugyanis a kígyó bűvölésen kívül nem nagyon van más lehetőségük. Összesen mintegy 800 ezer kígyó bűvölő él Indiában, és ebből körülbelül 100 ezer dolgozik a nyugat-bengáli térségben. Mit fognak enni, hogyan fognak megélni a szakmájuk nélkül? Joguk van a kígyókat befogni és kígyóbűvölő előadásokat tartani a közönség előtt. A törvény körül kialakult viták mind a mai napig nem zárultak le. A kígyóbűvölők ugyanis úgy érzik, ezzel megfosztották őket alapvető emberi jogaiktól. Nem szeretnénk szembeszállni a törvénnyel. Nem gondoljuk úgy, hogy el kellene törölni. Minden állatnak, ahogy az embereknek is, joga van a szabad élethez. A törvény alapja tehát egy nemes gondolat, de éppen ezért a mi megélhetésünket sem kellene ellehetetlenítenie. Az állatvédők azonban hajthatatlanok. Szerintük, ha a kígyóbűvölők nem tartják be az állatvédelmi törvényt, az olyan lavinát indít el az országban, ami még nagyobb természeti károkhoz vezet. Például, ha a kígyóbűvölésnek nincsenek következményei, akkor később más vadon élő állat életkörülményeit sem biztos, hogy mindenki tiszteletben fogja tartani. Az állatvédők szerint a kígyóbűvölők kegyetlenül bánnak a hüllőkkel, pedig ez nem így van. Mivel ezek az állatok biztosítják a megélhetésüket, nagyon is jól gondoskodnak róluk. Ha nekik maguknak már nem is jut élelem, a kígyókat akkor is megetetik. A kígyótartás azonban nem éppen kockázatmentes dolog, ráadásul igazi veszélyt az emberekre nézve jelent. A legtöbb kígyómarásos eset Nyugat-Bengál vidékén történik. Ezzel a problémával még ma, a 21. században is meg kell küzdenünk. A célunk, hogy megszüntessük az ilyen gondokat. 2020-ban talán már nem hallunk több kígyóméreg okozta halálesetről. A kígyóméreg elleni szérum már létezik, a kígyóbűvölők rendelkeznek is vele. Arra azonban, hogy ez az ellenméreg bárki számára elérhető legyen, nem sok esély van. A kígyótartók ugyanis nem kereskedhetnek vele. Nem tudunk számlát adni semmiről, ezért hiába van ellenmérgünk, nem értékesíthetjük. Ha ez változna, a probléma is megoldódna. A helyzet tehát egyelőre megoldatlan marad. Jogi akadályok ide vagy oda, az indiaiak szerint a kígyóbűvölő show-nak folytatódnia kell, így egy darabig még biztosan láthatunk ilyen veszélyes előadást. Én szeretném azt gondolni, hogy ezek az emberek valóban odafigyelnek a kígyókra. Pár perces minimagazinjainkkal folyamatosan találkozhatnak itt az Ozone Networkön. Nézzenek minket, Ozone GPS. Irányt mutatunk.